Nagyon fassa. Fuck yeah. Tudjátok, hogy milyen nap van? Boldog új évet. 13-a van. Én ezt megpróbáltam így kiterni Twitterre, hogy mindenkinek semmi köze hozzá, hogy nekem milyen új éven van, és ne kívánjanak boldog új évet. Ez a fuck you nekem, és hogyha nekem szar új éven lesz, akkor az én dolgom. Jó, végül is. Jó, új év, tehát hogy hagyjuk már ennyi. Ez egyébként egy mic drop, most látom, hogy mic dropos izén van, csak fordítva van fölírva, és nem tudjátok elolvasni. Most itt ezt nem tudtam. Szóval hogy nem új év, amúgy nagyon, de nem is ez a lényeg, hanem hogy tudod, az a minden beszélgetési, bemész operatív call izé, hogy na, akkor megyünk neki, úszunk a témának, és akkor boldog új évet, akkor beszéljünk. Business téma van, hanem, business téma van. Hogy péntek 13 van. Igen. Tehát, hogy ez így állítólag szokott balszöhencsés lenni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez mit is jelent valójában. Én egy kicsit researcheltem most idefele a villamoson, mert hogy ugye ez ilyen össze-vissza visszás a dolog, hogy van, aki azt mondja, hogy ez az élet a legszerencsésebb dátumma, meg van, aki azt mondja, hogy hallottam. Én pont ezt akartam mondani, hogy mind a kettőt hallottam, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy nem tudom, úgyhogy én sose tudom. Hát én tök változó, de amiket találtam amúgy, nyilván vannak 8 milliárd cikkek, és nekem az lett volna az izgalmas, hogy arról találjak adatot, hogy milyen babonák léteznek, tehát engem az érdekelt. Úgyhogy ezen a vonalon indultam el, csak aztán kicsit mélyebbre csúsztam a kelleténél, és belementünk abba, hogy ennek már ilyen bibliai hivatkozása is van, mert mint olyan relevanciája. Mert hogy a Bibliában a 12-es szám az a szent és minden ható és a nagyon jó szám, hiszen volt 12 apostol, meg tudom én, 12 parancsolat, ami 10, mert mindegy. Kedvenc számom is. 12 parancsolat. Az tördelési hiba miatt lett csak 10. Tehát. Hát ez olyan, hogy tudod, ez egyteres vinyót veszel, és kapsz belőle 800, nem tudom mennyit. Ennyi, úgyhogy. Igen. Úgyhogy onnan indult az egész, illetve utána a 13-as meg azért ilyen végtelenül szerencsétlen, mert hát az utolsó vacsorán is 13-an voltak. Ennyi. Meg a vértanúk is, a radon. Az még nem mondja, hogy bibliai. Tehát, jó, hogy csak ezt most így hozzátettem. Szóval, hogy alapvetően egy ilyen misztikus izé, olyannyira, hogy például a BMW toronynak, ami Münchenben van, nincs 13. emelete, tehát 13 emeletes, de nincs 13. emelete, szóval ez ilyen, meg nagyon sok esetben egy 13-ös szám az nem jelenik meg, tehát sportolóknak a messzám, ilyesmi, ott is kiszokták hagyni, versenyautó rajtszámoknál, tehát ott is kiesik. Viszont a babonás rész, amiket így hozzátennék, és azért van ez a hosszú felvezetés, mert hogy nekem ezen a szent napon sikerült egy hát firmware update-et csinálni a testemen, méghozzá over the air, nem tudom, ezt így ismeritek-e, tudjátok, amikor így nem kell. Bejutott egy Józsefhez és távolról meggyógyított? Hasonló kellett egy eszköz hozzá, és kicsit olyan érzésem volt, mint a Robocopnak, amikor javították. Tudjátok, van az a sokkolónak az a hangja, vagy a igen, tehát az öngyújtó, ami nem a kovaköves, hanem a klasszik ilyen izé villanyos, amikor így két cucc így van, és akkor így közötte szikrázik. Igen. Na, hát olyan cuccal estek nekem ma, és tényleg úgy éreztem magam, mint a Robot Zsahu, hogy itt szépen... De miért távolról? Hát ez közelről kell. De így szóltak, hogy álljon meg, és dobja el, ami a kezében van, tegye fel a kezét, és ezért csak utána, vagy hogy volt. Igen, azonnal a földre, vagy... Nem, én bementem a Robot Zsahu javító műhelybe, elmentem egy lökés hullámterápiára, wow. Hogy a teniszkönyökömet megjavítsák, és hát ott a kisasszony esett nekem egy ilyen eszközzel. És tudod, úgy voltam vele, hogy hát azt mondták, hogy kellett volna erőszakoskodnod. Igen, azt mondom, hogy rövid zárlaték vagyok. Úgy voltam vele, hogy ez azt mondják, hogy segít, és hogy nem fáj, hát nem a fasz nem tört, ez amúgy kurvára fáj. Hát az a lényege, hogy stimulálják így az idegvégződéseidet, amivel így a gerincvelőbe elnyomják az odajutó fájdalmat, tehát hogy nem fogod eljutni a fájdalom azért, mert előtte fáj. Tehát ez olyan, mintha nem akarod, hogy fájjon a kezed, amikor elvágod, ezért szilánkosat töröd egy kalapáccsal. Tehát ez kb. Ilyen. Ez elnyomja a fájdalmat. Melyik filmben volt az, amikor eltörte az ujját a csávó? Ja, az a Kőagyőr nagyban volt, tudod, hogy próbált valakit kimented, és jaj, nagyon fáj, hogy meglőtték a lábam, és akkor mutasd a kezed, eltört. Na látom, velem is fáj a lábad. Basszus.
Na kb. Ilyen volt nekem is, tehát nekem állt egy ilyen masszírozó pisztolyjal, ami végigment a fájós területen, és hát így mondta, hogy ezzel feltérképezem, hogy hol fáj. Ha mondom, akkor miért engem basztatsz? Miért az én kezemet? Hát mondja, a rezdülés idején látszik. Szóval próbáltam ilyen poker face-szel izé, de hát úgy sikítottam, mint egy 4 éves kisgyerek, hogy jaj, és az a baj, viszonylag vékony fala volt a műtőnek, tehát a robotzsöv műtőnek. De mindegy, tehát tényleg felmért, hogy hol van a fájó terület, után ráment ezzel a sokkolóval is, és hát nem volt jó, de mégse injekció, úgyhogy alapvetően ez volt a izém. És mondta, hogy hát ez akkor az első, és akkor a következő 4 alkalommal foglaljunk időpontot. Hát mondom, nem elég egyszer? Tehát hogy én úgy érzem, hogy ezzel már meggyógyultam. De hát biztos, hogy jobb lesz. Szóval, hogy így péntek 13, és igazából így nekem most éppen a szerencsétlenebbik vége lógott a dátumnak. De hogy mik vannak még? Vegyél föl ilyenkor. Figyelj, legközelebbre vegyél föl egy lánc mellényt. Az jó, mert egy eloszlatja a töltést. Kérdeztem, hogy az órámat levegyem-e. Mondta, hogy nem kell, mert őt az nem zavarja. És megnéztem, hogy a nulla mozgásom a mai napon, hiszen munkából ugrottam ki ebédszünetbe, hirtelen 15 perc edzést mutatott az óra után. Tehát, hogy valami történt, tehát, hogy valamilyen sok hatás ért az órámat is. De, hogy értsétek, hogy miért 6 rám a 13-as szám, babonák, ugye, milyen babonák léteznek a péntek 13 kapcsán. Van, aki azt mondja, hogy nem szabad megfésülködni ezen a napon, mert az ember megkopaszodik. Hát ez a veszély téged nem fenyeget, azért valljuk be. Hát nem tudjuk, hogy reggel hány szál hajam volt, ugye? Hát én most egy picit meg vagyok illető, én ma hajat mostam, a számít, de nem fésülködtem meg. Azt nem írják, nem szabad megfésülködni, mert megkopaszodsz, és a madarak építenek fészket a hajszálaidból. Hoppá! Rohadjanak meg. Ne, én még küzdök. A következő, hajvágás se szabad, de azt se javasolnak, mert halált vonz be. Ez megborotválkozta. De várjál, kinek a halálát? A hajvágó embernek a halálát, vagy akinek a haját vágják? Vagy egy harmadik vagy valaki fél. A világnak a másik igen. Végén érted, hogyha valaki az éjszak is, akkor meghal, hát nagyon sajnálom, borotválkoznom hát kellett. Ez mind ránk vonatkozik, hát azt hiszem, most más mit csinál, ugye ez nem annyira érdekel általában. A következő az, hogy el kell kerülni a temetőt, mert hogyha ezen a napon valaki lát egy zajló temetést, akkor maga is hamarosan távozik az élők közül. Jó, hát ezt sikeresen elkerültem, itt a 4 fal között nem jártam a temetőbe, úgyhogy tök jó. Tehát ami még érdekes, hogy ne kerüljön cipő az asztalra, nem szabad aludni az asztalon, valamint énekelni se szabad az asztalnál, mert mind a 3 dolog bal szerencsét hozhat, illetve ezen a napon nem szabad a sószorot kiönteni. Mert ha kiöntöd, akkor azt kell csinálni, hogy jobb kézzel fel kell csípni egy kicsit, és hátra kell dobni a bal vállad felett. Egy kis sószorót? Egy sószorót. Én már maga, tehát azt se értem egyébként, tehát hogy elolvasom az instrukciókat, és van tudod, aki ezt rutinból csinálja. Tehát meglát egy kéményseprőt, és már átmegy a létre alatt, hogy utána ráborítsa nem tudom mit. Hát én végigolvasom, nem tudom értelmezni, mit kell csinálni ezekbe. Nem szabad megházasodni ezen a napon, illetve macskákat is kerülni kell, de hogyha mégis találkozol macskával, az nagyon fontos, hogy fekete macskának nem szabad a szemébe nézni. Ezen a napon. Alapból nem nézek a fekete macskának a szemébe. Sőt, elmegyek a másik irányba, meglátom. Az van, hogy egyébként engem a fekete macskák konkrétan kerülnek. Tehát valószínűleg én vagyok a fekete macska számukra. A fekete macska számára. Úristen, már megint itt van. Ne, de komolyan volt már ilyen, hogy mentem az úton biciklivel, én a fekete macska próbált átmenni előttem, és így rám nézett, és az így visszafordult, hogy inkább nem. Ja, úgyhogy ezeket találtam, és így tudod, azzal nem szabad hajat mosni, megkopasz, anyám, nekem végem van. Tehát, hogy rám mind hatott ez. Lehet, hogy valamelyik péntek 13-án én nem tudom, lehet, hogy megfésülködtem. Azon gondolkodtam, hogy vagyok kopasz. Hát ez lehet egyébként, ez befigyelt, azért az előfordul az embernek az életében, hogy egy 13-asra kerülő pénteken esetleg megfésülködsz, főleg, hogyha még van hajad. De azon gondolkodtam, hogy milyen lehet egy babona szakértőnek az élete, így a hétköznapjai, tudod, hogy így történnek dolgok, hogy úristen, most túl kicsire vágtam a sajtot, akkor most bal kézzel át kell dobnom két teljes zacskót a jobb vállam fölött, mert csak akkor lesz, meg hogy jön egy, nem tudom, egy tarkalmacska, és akkor hogyan, tehát ugyebár egy rakás dolog van, tehát ahogy felsoroltad ezeket a dolgokat, és képzeld, hogyha egy szakértőnek ugye ezt mind tudnia kell, meg a helyes reakciót is rá. Olyan az élete, mint a konteósoknak, tehát a laposult hívő és társai, hogy bármit mondanak a tévében, na majd tudja az összefüggést, és már mondja is.
Nem akartok akkor, hogy mondjad. Meg nem csak az, hanem hogy így, tehát az élet nem fekete-fehér, és ahogy a macskák se teljesen feketék, mondjuk hány százalékosan fekete macska számít feketének, amikben van egy kis fehér folt, az még feketének számít, vagy az csak részben fekete, vagy például a fésülködés. Mi számít fésülködésnek? Definiáljuk. Hajkeffével lehet, vagy például ha a kezemmel csinálom, ugye? Mert én fésült, nem tudom, mikor fogtam utoljára a kezembe. A saját gyerekeimnek a haját szoktam fésülni, a lányokét, mert hogy a nagynak már nem, de a kicsinek még megcsináltam a haját rendszeresen, még néha még reggelente befogom ilyen izébe, ilyen lófarokba, de saját magamon fésült, nem emlékszem, hogy mikor használtam utoljára, viszont a kezemmel szoktam így igazgatni a hajamat, az fésülésnek számít. Öt ujjam van, az egy öt ujjú fésű. Én megszavazom. Hát ehhez kéne egy szakértő, de egyébként nincs, egy nagyon-nagyon okos dolgot mondtál. Tehát így, mi van akkor, hogyha azok a macska, ahogy mondtad, mondjuk van egy fehér pötty rajta, de mondjuk te nem láttad a fehér pöttyöt, mert a másik oldalán van, de te csak a feketét láttad. Bizony, bizony. Ez olyan, mint a Schrödinger macskája, hogy tudod, van rajta fehér pötty, most jót jelent, vagy rossz? Tehát, hogyha látom, akkor, tehát akkor izé, és mondjuk megfordul, és akkor hú, basszus, kocsa, hú, de hogy volt rajta egy pötty. Ha meg nincs rajta egy pötty, akkor abban a hitben élsz, hogy most vége az életemnek gyakorlatilag. Vagy. Hát meg a Panton skála, melyik árnyalata számít feketének, ugye? Na, tessék, ugye? Tehát a másik az, hogy mi van, ha kiborítod a vegetát? Na, abban van só. Hoppá, hoppá. Hogyan válogatod szét a sót onnan, hogy dobálod a hátad mögé? Hát ez réges. Ne, minden kajában van só. Jó, de itt a só szót nem szabad, a veget a szóhoz, az ugye nem, tehát ezt már kivédtük szerencsére. Na jó, szerencsére. Okay. Ez egy Bastid. Jó szabály, ez egy jó szabály. De a fekete macska az nekem még mindig túl fazi. Az túl, az annyira izé, az, mondom főleg azt, hogyha a másik oldalán van a pötty, tehát ez a bizonytalanságban élsz, hát ez meg a másik, hogy mi van, hogyha izé, vagy csak kikopott szegény, vagy idővel. És a temetés a tévében látod? Nem temető, tehát élőbe kell látni, azért nem szabad temető előtt elmenni. Azt nem tudom, mi van akkor, hogyha temető mellett mész el, és tévében látsz közben egy temetést. Az egy súlyos vitó tényező. Mi van, aki temető mellett lakik? Nem laknak ott sokáig, kapáltak szerintem. Hát dehogy nem. Hát én ismerek olyat, aki temető mellé költözött. Mondjuk most már elköltözött onnan külföldre, de szóval... Véletlen? Figyelj, valakivel ki akarsz cseszni, akkor azt kell csinálni, hogy el kell vinni kocsival egy olyan helyre, ahol éppen temetnek, egy temetőbe, így megmutatni neki, miközben egy fekete macskát előttem már bekészítettél oda a közelbe, ami így ránéz, hogy a szemébe nézzen, és ahogy ettől így megretten, fölborít a vállával egy nagy, hatalmas nagy sószórót, leejt egy lever egy tükröt, ami összetörik, meg mondjuk még gyorsan menekülőre fogja, és átszalad egy létre alatt, amit te ügyesen kikerülsz, mert te készítetted be oda, és kész, és előtte mondjuk rádiratja a vagyonát a biztonság kedvéért azért, hogy nehogy baj legyen, és akkor már meg is van. És mindez péntek 13-án. Ja, hát nyilván, tehát ezt előtte 12-én meg kell tervezni. Keresetek a kotyogósba, és hívjátok meg egy babona szakértőt, légy szíves. Én erre nagyon kíváncsi lennék, én erre befizetnék, ezt meghallgatom. Vagy szólj a Balázsig, meg mit, hogyha nem akarjátok megcsinálni, de ez egy zseniális ötlet szerintem. Tehát ez biztos, hogy van valahol Magyarországon egy babona szakértő. De mindenképpen... jól artikuláljatok, nehogy valami kertész jöjjön, vagy ilyen gazda, tudod, hogy a gabonáknak a különböző fajtáinak a vetési ideje. Gabona szakértő. És így megkérdezik, és mi van a fekete macskával? Hát az... Hogy jön az ide? Hát a kombány medőhája. A négy lábán. De a fekete varjú, az vetést föleszi. Az rosszabb, mint a fekete macska. Ja, szóval ezek voltak velem. Nektek milyen volt a péntek 13? De várj. Mit érzel a könyöködben? Tehát a golfos könyöködben, most ugye izé... Hát az van, hogy fájdalmat. Én szurkolok neked egyébként, tehát nekem elmúlt egy fél év alatt a nem tudom milyen könyököm. Nézd, az biztos, tehát hogy amikor így csinálta a happeninget, hogy voltak olyan pontok, amikor nem csak a könyökömnél fájt, és kérdezte, hogy ő érez itt valami csoportosulást, hogy esetleg a csuklommal minden rendben. Elmondom, nem. Tehát, hogy onnan indult az egész, szóval, hogy valami van, és valószínűleg így a szövetek itt nem igazán gyógyultak megfelelően, tehát eléggé sérült, úgyhogy ezen igyekszik javítani egyébként ez a terápia, vagy ez a kezelés. Én amúgy még nem szeretnék itt megállni, tehát hogy valószínűleg ilyen gyógytornászhoz fogok majd fordulni, hogy mindenféle ilyen gyakorlatot mutasson, amivel rendbe tudom tegenni a testem, mert hogy mindenféle izületi, meg ilyen mozgásszervi isum van. Egyébként valószínűleg a gyógytornászhoz teszed a legjobbat szerintem.
Igen, igen. Úgyhogy ez hogyha lemet a terápia, és tényleg tudok támaszkodni a kezemre, akkor átmegyek ebbe, és hát tudod, hogy az évek múltával ugye nem futsz, nem edzel, nem biciklizel, hanem gyógytótászhoz jársz. Figyelj, azzal is lehet fogyni egyébként. El akarok fogyni, én most már fogytam eleget, úgyhogy most megint fogyótrippen vagyok. Erősödni akarsz. Nevezd edzésnek, az sokkal másabb. De figyelj! Én tök meg vagyok azzal egyébként, tehát, hogy én tök örülök neki, hogyha rendbe teszem így ezáltal a testem, és tudok mozogni, és nem fáj, szóval nem érdekel, minek hívják, hogyha gyógytódna, hogyha rehab. Most. Ja, persze. Én is értem rehabra, tudjátok, hát volt a vállammal is rengeteg probléma, volt nekem egyszerre volt tenisz és golfkönyököm ugyanazon a karomon, tehát ezért én elég súlyosan meg... Micsoda egy selejtes társaság vagyunk. Meg abuzáltam azért, tehát jó, mert azért kicsit túltoltam azért a gyűrűt súlymellénnyel. Na, de visszatérjük. Arra, amit mondani akarok, tehát, hogy a antenna, figyelj, azt mondtad, hogy ezért lökés hullám terápia, aztán meg itt elektrosokkolás, nem lehet, hogy rossz terembe mentél be? Tehát, hogy így mondták ott a recepció, hogy folyosó végén balra, te meg mondjuk fordultál jobbra, és akkor várt a lökés hullámos ember, hogy na akkor jössz, nem jössz, egy ilyen nagy lökés hullámgéppel, ehhez képest ott volt a hölgy a sokkolóval, és erről eszembe jutott Monty Pythonnak az a jelenete, amikor a fickó befizet egy vitára, és akkor mondják, hogy egy második ajtó balra, és véletlenül benyit, és akkor azzal kezdi neki a fickó, hogy te mocsok, te szemét, hogy nézel ki? Úristen, mit keresel itt? Takarodjál innen, hogy nézel ki? Mi van veled? Stb. Elkezdi, és akkor nem érti, és akkor néz rá, még mindig mondja neki, és akkor azt mondja, hogy bocsánat, de én vitázni jöttem. Ja, vitára fizeted be? Hó, bocsánat, ez az alázó szoba. A vitázó szoba a kettővel arrébb van. Nem tudom, egy kicsit úgy éreztem magam, mint a Eurotrip-ben, tudjátok, van az a Wondersex-es rész, amikor a Hans meg Rübe bejön a kis ilyen fekete hát kovács vagy hentes köpenybe, és a csaj is így neki állt így az aksira kötött sokkolóval közelíteni felém vigyorogva, tehát hogy ott volt mindenféle gép, ilyen vibráló meg rezgő, nem volt rájé, vagy Anal Intruder 2000, úgyhogy nem aggódtam, de hasonló ilyen vibráló élmény volt. Ugye ilyen masszás pisztolyjal kezdte, hogy fellazítsa az izmokat, hát mondom, hogy én nagyon laza vagyok, meg izmok nincsenek, de nem hatott. Nem tudom, tehát hogy elvileg ez a lökés hullám terápia, ez ugye arról szólna, hogy stimulálják a dolgaidat, hát nekem stimulálták. Én bízom benne, hogy jobb lesz, de hát nagyon-nagyon várom, és nem jó élmény, tehát kicsit olyan emlék ez most nekem, tehát hogy néha így ilyen utóhatása van, tehát mint álltam a villamoson, és akkor így összerezzentem, hogy fú, és akkor hogy tudod, belét hasít az élménye, mint amikor ott volt az a sokkoló cuszti. Mondta, hogy itt 1-10-es skála van, ő 7-es fölé nem mehet fájdalomba, és megkérdeztem, hogy vagy szóljak, hogyha majd 7-es környékén vagyunk, és mondtam, hogy honnan tudom, hogy igen, mi az 1-es és mi a 10-es. Valahol a pontos mérőérték. És mondta, hogy meg tudja mutatni, mondtam, hogy ne. Tehát, hogy ezt inkább ne fosszírozzuk, hogy akkor az 1-est és a 10-est. De mondta, hogy ha elviselhetetlen a fájdalom, tehát, hogy már úgy nem kellemes, akkor szóljak. És akkor elkezdte csinálni, és mondtam, hogy megállhatunk. Tehát, hogy én megjöttem, köszönöm, már nem kellemes. De hát nyilván ez ilyen, tudod, ez a mi is megkérdezzük az ügyfelet, hogy egyébként mit szeretne, de ami nem érdekel. Tehát, hogy végigcsinálta a cuccot, nyilván ahol nagyon fájtott, ott akkor kevesebb időt töltött, vagy visszatekerte a 380 voltot, úgyhogy nem tudom. De az igazság, hogy én mindig jobban vagyok ezzel, mint műtéttel vagy injekcióval, úgyhogy csinálja, reméljük, hogy működik. Kicsit olyan PTSD-n van tőle amúgy, mint az akupunktúrát, hogy ott is néha azért voltak olyan pillanatok, amikor így tudod, ez a PTSD-s így bevillan, és akkor ilyen flashback-eim vannak a fájdalomban, meg az érzésben. Tehát nem emlékszem, hogy ott van bennem a tű, de emlékszem az érzése, amikor elkezdte csavargatni. Nem győztesek. Szóval ilyen most ez is, hogy ilyen ott van az érzés, hogy milyen volt. És még fizettem is érte, ráadásul, tehát nem keveset. Nem ingyen van. De egyébként jól emlékszem, orvosnál voltál, igaz? Voltam, ő ajánlotta, igen. Ja, ő ajánlotta neked az izét. Orvos ajánlotta 8 alkalmat, itt most a hölgyem én mondta, hogy kezdjünk egy 5-ös bérlettel, hogyha gondolom, és akkor majd meglátjuk, hogy kell-e még. És így az 5-ös bérlet volt 60 000 forint, amit. Hát jó, hát figyelj, ha azt nézed, hogy elosztod 5 felé, meg mit tudom én mi. Hát igen, csak itt kicsit azért van némi átbaszcsizás szag, mert hogy alkalmanként 5000 lenne, vagy 10000 lenne, bérlettel olcsóbb.
hogy szerintem engem átbasztak. De egyébként az, azért van ez így, mert hogy az első alkalom az, az elvileg ilyen félruhás session volt, bár azt mondta az recepciós, hogy, hogy pénzben nem lesz több, több lett a végén, mindegy, tehát elvileg mindezőt alatt, tehát úgy van, hogy a biztosítóm az, az fizet 5 alkalmat, ha alkalmanként nem kerül többe 15 ezer forintnál, és az 5 alkalmat elosztva, egy 12-ben jön ki, úgyhogy ezt a biztosító pont benne vagyok. Ja, ja. De nézd, úgy vagyok vele, hogy amúgy mindegy. Tehát, hogy, hogyha jobb lesz tőle, és nem fáj, és tudok rendesen mozogni, akkor ja, nekem megjelenni. Tehát most... Meg kell próbálni. Jaj, ja, úgyhogy, ez a játék most. Illetve hát foglalom egy időpontot majd akupunktúrára is az allergia miatt, de annyi, hogy most megpróbálom a lézerest. Kipróbálom azt, hogy azzal milyen... Hát. És a gyógytornásznál még nem voltál? Nem voltam, azt majd utána. Tehát, hogyha ez lement, akkor is... Tehát jelenleg nem igazán... Tehát ugye most a szövetek annyira nem gyógyultak, hogy nem igazán tudunk gyógytornázni. Úgyhogy az majd a következő lesz, hogy... hogy basztatod még egy kicsit mindenféle dolgok, áramot hát, neki, meg lézert. Igen, hát ez ilyen. Ez nem köszön. Aktív pihenés. Hát figyelj, én szurkolok neked. Nézd, az évem az úgy kezdődött, hogy lázzal és lázálmokkal. Tehát azt álmodtam, tehát én nagyjából ilyen 11-30 magasságban kidőltem, és olyan szinten, hogy két ilyen baromi vastag takaróval és két pokróccal, meg ilyen nagyon meleg pizsamával vacogtam konkrétan. Jézusom. És olyan álmaim voltak, hogy van egy droglaborunk, metamfetamint készítünk, és jön a rendőrség. És emiatt mindenképpen el kell pakolni, el kell tüntetni, tehát hogy nekem arról szólt az álmom, hogy nyomokat takarítok el, és mindenféle online... Breaking Bad-szerű dolog. Hát, mert azt néztük egyébként előtte, na, tehát hát. Azt néztük végig, a Breaking Bad-et, és emiatt... ez így beszökött, de mondom, tehát, hogy konkrétan ilyen lázálmom. De nekem előtte évekig nem emlékeztem, hogy álmodtam volna. Most ez így full megvolt. Ráadásul ez egy családi biznisz volt, és mikor kitakarítottuk a labort, és nem jött a rendőrség, és akkor így a család meg visszaszokott, hogy na, akkor jó pénz volt az, úgyhogy akkor megint építettek egy droglabort, akkor nekem megint el kellett, és ez egy ilyen macskaegér játék volt, hogy én folyamatosan drogot takarítottam el. Úgyhogy, és utána másnap ilyen nagyjából reggel vagy délelőtt 11-ig nem igazán tudtam felébredni, tehát folyamatosan visszaaludtam. A drog hatása. Aztán utána, igen. Aztán utána meg annyira fent voltam, meg fel tudtam magam éleszteni, hogy hazavezessek, és utána meg én két napig kb. Ágyban fekve, döglödve. Szóval nem volt egy jó évzehesem és évnyitásom, az tuti. Fogadjunk, hogy kint voltál. Csak kint történnek ilyen dolgok az emberrel, borzasztó. Hát amúgy nem, mert előtte meg egész két ünnep között itthon voltam, mert hogy ott meg páromat ápoltam, mert akkor meg ő volt hasonló állapotban, tehát neki is ilyen. De akkor ő kim volt. Nem. Biztos, hogy valaki kim volt. Figyelj, elmentünk wellness szállodába, úgyhogy a nyaralás, a wellnesselés végét azt ilyen hányással és lázzal töltöttük. És valószínűleg ott a fiam hozott egyébként haza valamit az óviból, és utána feltözött meg minket csapott agyon. Először az asszonyt, aztán amikor ő kijött belőle, utána jöttem én, úgyhogy így ilyenekkel telt. Fejfájással, hányinger, rosszul lét, kb. ez a naponta egyszer tudtam enni, utána olyan hányingeren volt, hogy így tudod, ez a szorítja torkodat, tök lendezel, de nem kell, tehát nem hánytam, hanem csak ez a fullasztó érzés. Fú, rettenetes volt, nagyon régóta nem volt. Konkrétan utoljára ilyen vacogásom az első Covid oltásnál volt. Tehát amikor az első oltás megvolt, akkor volt az első olyan, hogy ott ugye belázasodtam, felment 40 fokra, 40 valamennyire, és konkrétan nem tudtam felállni, annyira vacogtam. Na itt most az volt, hogy elmentem klotyóra, és így amikor álltam volna föl, akkor olyan vacogás jött rám, hogy konkrétan nem tudtam megmozdulni. Tehát egyszerűen ott kb. Úgy voltam vele, hát most itt a végkész, tehát hogy szokás közben döglök meg. Most ahhoz képest egész jól nézek. Ja, köszi. Hát a filterek, tudod meg. A beauty filter rajtad van. A zoom filtert rám teszi a cucli, úgyhogy hát nézd, utána volt meg egy hét még szünetem, utána meg egy hét oktatás, úgyhogy én most oktatásra kezdtem az évet. Aztán most meg belevetettem magam a melóba. Ez mozgalmas volt akkor. Ja, felveszünk egy adást, vagy akartok ti is mesélni az életetekről? Na, én majd jövő héten mesélek. Ja, én is, jó. Azt hiszem. Az előbb bejött a kislányom, mert
kíváncsi volt, hogy meddig maradok. És... Jól megismerted, láttam. Ja, adtam neki, bum, keményen, bú, tudod, azon, tudja, meg kell, mi a helyzet. Mutatni ki a főnök. Pont. Így van, úgyhogy már ki is ment. Visszament inkább sírni az anyukájához. Ez szegény cuki volt. Uh-huh. Ja,